Elkészült az első horvát kizárólag internetre készült szótár. A Mreznik, azaz hálózat elnevezésű elszótárt 2017 óta fejlesztették a kutatók. A pandémia alatt online formában már tanulmányozhatták ezt az úttörő kezdeményezést az érdeklődők, de most Maja Matijevic, a Zágrábi Nyelvi Intézet munkatársa személyesen mutatta be ezt a fejlesztést a Pécsi Tudományegyetem horvát tanszékén. Ez egy horvát egynyelvű szótár, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a magyar értelmezők Szótárt, amit az arcanum.hu-n meg is lehet találni digitalizált változatban, viszont ezt nagyon jól lehet, össze lehet hasonlítani például a Cambridge dictionary vagy az Oxford dictionary az online szótáraival, ahol ugyanúgy, hogy az ember mindenhol megkeresi, hogy a bögre hogy néz ki, hogy a mág akkor, akkor kidob egy képet, definíciókat, meg lehet hallgatni a kiejtést, és ezzel, ezzel sokkal felhasználóibb barátabbak ezek az egynyelvű szótárak. Az elszótár már az általános iskolások számára is hasznos, hiszen az egyik modul kifejezetten ezt a korosztályt célozza meg. Követnünk kell az új trendeket, és hát tudjuk, hogy a mi tanulóink manapság már a legtöbb időt az interneten töltik, és bármennyire igyekszünk mi mondjuk a horvát vagy a magyar órákon nyomtatott szótárt adni a kezükbe, hát nem nagy előszeretettel használják, forgatják őket, viszont természetesen ez nagyon fontos lenne, hogy használják, és hogyha már erre van lehetőség, hogy digitális formában is találkozzanak vele, akkor legalább mi is szerzünk most erről valami új információt, és fogjuk a lexikográfiai szótárkészítési előadás során az érdeklődők első kézből kaphatták meg a kizárólag internetre készült szótár fejlesztésével és használatával kapcsolatos tudnivalókat. Az elszótár előnye, hogy sokkal hosszabb definíciókat is elbír, és folyamatosan bővíthető.